A Káliumról szóló videósorozat hatodik részében többek között arról lesz szó, hogy miért is jött létre az elektronik italpor. Szeretettel köszöntök mindenkit! Sejtjeink apró energiatermelő egységek, amelyek a sejten belüli és sejten kívüli kálium és nátrium koncentráció segítségével termelik az energiát. Erről már szó volt az előző videókban. A sejten kívül 98%-ban nátrium van, míg a sejten belül 98%-ban kálium. Amikor laborvizsgálatot végeznek, akkor a vérben csak a sejten kívüli részt vizsgálják, tehát azt nem nézik, hogy mi van a sejteken belül. Létezik persze ilyen vizsgálat is, de ez drágább és bonyolultabb. Tehát a normál vérképvizsgálatnál nem látjuk tisztán azt, hogy mi zajlik a sejteken belül, nem látjuk tisztán a sejten belüli kálium mennyiséget, ezért ha azt szeretnénk meghatározni, hogy vajon kell-e nekünk káliumot pótolni, ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogy a tüneteinkre hagyatkozunk. A kálium hiányáról szólt a sorozat második videója, ajánlom a figyelmedbe. A szervezetünknek négyszer több káliumra van szüksége a nátriumhoz képest. Mivel káliumot hatékonyan a zöldségekkel tudunk pótolni, ez az 1:4 nátrium-kálium arány először is amiatt borul fel a legtöbb embernél, mert nem fogyaszt elég zöldséget. Másodszor amiatt is romlik az arány, mert rengeteg cukrot, keményítőt, finomított szénhidrátot eszünk, ezek az ételek mind nagy mértékben fogyasztják a káliumot a szervezetünkben. A túlzott sófogyasztás is hozzájárul az arány felborulásához, főként a silány minőségi ételek, a gyorsétermi ételek, vagy például a konzervek is ugye tele vannak sóval. És végezetül romlik az arány a stressz miatt is, a stressz miatt fokozódó mellékvese aktivitás hatására kálium ürülés és nátrium visszatartás zajlik a szervezetünkben. A testi és szellemi energiák szintje, illetve rengeteg folyamat a szervezetünkben nagy mértékben ettől az 1:4 nátrium-kálium aránytól függ, mert ha túlzottan felborul ez az arány, a nátrium-kálium pumpáink nem tudnak megfelelően működni, és ez zavart okoz az izmok, az idegek és az anyagcsere működésében is. Tehát például fáradtnak érezhetjük magunkat akkor is, ha a nátrium és akkor is, ha a kálium aránya csökken vagy nő. Azt nem tudhatod, hogy ez az 1:4 arány hogyan változott meg. Ha viszont te figyelembe veszed az ebben a káliumról szóló sorozatban a elhangzottakat, és megvizsgálod a táplálkozásodat, meg fogod tudni határozni, hogy nátriumot vagy káliumot kell pótolnod. Nagyon egyszerűen lehet ezt tesztelni, ha megiszol egy kis vízben oldott sót, valódi nátriumkloridot vízben feloldva, tehát sós vizet, és nincs érdemi változás, akkor a káliumból van kevés, azt kell pótolnod. A kálium biztonságos és hatékony pótlásához jött létre az elektronik elektrolitpor. Az egyik oka annak, hogy ezt az elektrolitport megterveztem és létrehoztam, hogy egész Európában sehol sem találtam olyan készítményt, amely nagy dózisú káliumbevitelét biztosítja biztonságos formában. Az Európában elérhető elektrolitporok jó esetben is csak pár száz milligramnyi káliumot tartalmaznak, ráadásul csak nagyon kevés egyéb összetevő kíséri a káliumot ezekben a készítményekben. Mert az is nagyon fontos, hogy a kálium mellett ott legyen a többi ásványanyag, és ott legyenek a nyomelemek is. Ezért nem működnek a kálium tabletták sem. Kis adagot tartalmaznak, mondjuk 100 mg-ot, és csak kálium van bennük, nincs ott a többi ásványanyag és a nyomelemek. Az sem mindegy, hogy a kálium milyen kötésben, milyen formában van. A kálium citrát a legbiztonságosabb és egyben a legjobban felszívódó, ez van az elektronikban is. A kálium citrát kötésben kb. 70% a citrát és 30% a kálium. Jól felszívódik, jól tudja hasznosítani a szervezetünk, olyan, mintha egy citrusfélével, citrom vagy lime pótolnák a káliumot. Az elektronikban magnézium, kálcium, nátrium, cink, réz, szelén, króm, mangán és jód is található. A nyomelemek mind nagy dózisban, tartalmaz kelp és litotamniummalgát is, amelyek azért kerültek bele, mert a testünk számára fontos további ritka nyomelemeket is tartalmaznak természetes formában, például molibdént, bort, germániumot és másokat. Ha az elektronikot fogyasztod, lényegében megvan oldva a tested teljes ásványanyag és nyomelem utánpótlása. Ha több kálciumra vagy vasra lenne szükséged, ezeket kell csak esetleg
külön bevinni. Az elektronik nmaltodextrint nem tartalmaz maltodextrint és hozzáadott cukrot sem, sem mesterséges ízfokozókat, színezőanyagokat, stéviával van édesítve. A csatolt adagoló kanállal kb. 7,2 g-ot tudunk kimérni belőle, ez a napi javasolt mennyiség, amit vízben vagy esetleg narancslében ajánlom elkeverni és lassan meginni. Azért ilyen nagy a dózis, mert több mint 3200 mg-nyi kálium-citrát van egy adagolókanálban, ez biztosítja az egy adagban lévő 1000 mg káliumot. Az elektronik elektrolitporról bővebb információkat a www.elektrolitpor.hu oldalon találsz. A weboldal linkje bent van a videó leírásában. A holnapi napon a káliumról szóló videósorozat 7. része érkezik, amely egy rövid összefoglaló videó lesz az elektronikról. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.